Te hogy iszod a kávét? Presszó vagy hosszú? Hideg, meleg tejjel, habbal, édesítővel vagy cukorral? Elárul valamit ez a személyiségről? Legyen szó ismert emberről vagy hétköznapi hősről? A lélekbaristából kiderül, mit mesél el fogyasztójáról a jó öreg fekete. Lőrinc Farkas Eszter vagyok, aki a kávét szervírozza és a fogyasztóját faggatja. Már is. Ma egy nagyon különleges vendéget köszönthetek a stúdióban, egy kollégát, aki napról napra örvendezteti meg olvasóinkat fotóival. Szendi Péter több évtizede a vasnépe fotóriportere. Az igazi klasszikus fotóriporter, aki járja a vidéket, gyűjti az információkat és a képei önmagában elmesélik a történetet. Köszönöm, Peti, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy két munka között bejöttél ide a stúdióba. Nem volt egyszerű összehozni, tehát komoly szervező munkát igényelt az, hogy le tudjunk ülni tényleg beszélgetni. Mindenkitől megkérdezem ebben a műsorban, hogy hogyan issza a kávét, és nálad ennek különleges jelentősége is van, hogyan iszod a kávét. Igen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy meghívtál ide a stúdióba. Hát a kávézás nálam ez egy különleges dolog. Ez körülbelül 6-8 évvel ezelőtt alakult ki, mert akkor is jártuk ugye a megyét kolléganővel, még akkor a bakoságival, és soha nem volt időnk rá megint normálisan egy kávét. Aztán egy hirtelen ötlettől beballagtam, vettem egy kempingászpalackot, vettem kávéfőzőt, egy kotyogóst, és innen indult az egész kávézási őrület. Aztán tovább fejlesztettem, mert kiderült, hogy az egyik unok barista, és sokat segített ennek a, az élvezetnek a megvalósításába, meg továbbfejlesztésébe, és hát azóta már a kotyogó kávé maximumát kihoztam, amit abból ki lehet hozni. Kézidaráló egy ilyen japán kerámia fejes kézidaráló, csak szemes kávét és kávé különlegességet használok. Hát egy, nem akarom kimondani a cég nevét, de egy országos lefedettségű kávé különlegességgel foglalkozó cégnél vásárolom ezeket a kávékat, és tényleg egész nap úton vagyok, és most már maga a kávé elkészítése mellett azt is figyelembe veszem, hogy hol főzöm azt a kávét. Vannak kultikus helyek, vannak érdekes helyek, és most már az utóbbi egy-két évben rábökök a térképre, és az ország több részén is. a legkülönlegesebb hely talán az volt, hogy pár évvel ezelőtt, amikor iszonyat szárazság volt, és a Duna vízszintje nagyon alacsony volt, majdnem a Visegrádi vár alá be lehet egy gyarogolni a Szentendrei sziget csücskénél, és ott a Duna medrének a közepén Sikerült főzni egy kávét, van is róla a fénykép, szenzációs volt. Akkor éppen tegnap előtt egy nosztalgikus ihlettől vezérelve a Tüskevár filmbe, a Matula bácsi, ahol többször is föltűnt a vasúti hídnál, az alap vasúti hídján, ott sikerült megint egy kávét főzni. Azt gondolom, hogy ez igazából nálad nem is annyira a kávézásról szól, nyilván megvan ehhez a Rituálé, hogy hogyan történik egy ilyen alkalom hanem inkább arról, hogy elő tud venni a fényképezőgépedet, és akkor ott tudjál alkotni. Igen, ez egy életérzés. A napi stressz levezetése, az nálam találkozik a kávévás és az azt a környezetet való megörökítés fénylefényképezésével. Nem tudom valahogy, tehát nem tudom elhagyni a fényképezőgépet. Az mindig nálam van. Ugye én ezt azért kérdezem meg mindenkitől, hogy hogyan isz a kávét, mert én azt gondolom, hogy a kávézási szokásaink valamilyen szinten, árulkodnak a személyiségünkről, és ha valaki ezt igazolja, azt hiszem, hogy az abszolút te vagy, tehát ez a, aki megy nyughatatlan, szereti a szép, szemedgyönyörködtető dolgokat, és ugye ez a fotóidon is abszolút visszaköszönnek, mert hogy az elmúlt években pontosan elfordultál egy ilyen irányba, hogy a természet, a, a természetnek a szeretete tükröződik a fotóidon, hát volt is kiállításod, de ne hallgass ennyire előre. Hány éve vagy a Vasnépe munkatársa, azért azt áruljuk el a, a hallgatóknak. Hát ez egy hosszú történet már. 1994-ben kerestek külső munkatársat. Én akkor már végzett fényképész voltam, akkor még a körmedi határőr iskolába kriminalisztikai fotózást oktattam a hallgatóknak. És akkor kerestek a Vasnépénél külső fotós tudósítót, és Benkő Sándor, meg Szenkovics Péter jöttek el egy iskolai rendezvényre is ott kértek meg. Hát ez egy kezdeti szájnpróbálgatás volt, mert azért a fényképezés és a fotóriporterség az nem ugyanaz. Nem ugyanaz a ritmusa, nem ugyanaz a mondani, valója teljesen más műfaj. Mindig ahhoz szoktam hasonlítani, ha valaki nagyon jó fényképez, megtanulja. De ezt mondhatom, mert egy végzett fényképész vagyok. Az olyan, mintha egy úrvezető beülne egy tehát azért ez egy gyorsabb, gyorsabb döntést, azonnali helyzet felismerést igényel, maximális empátiát a környezettel, a, a, a riportalanyokkal, és mindig üzen, üzenünk valamit. Üzenünk az olvasónak, üzenünk a világnak, és maradandót Alkotunk. Ez a cél a törekvés. Nem minden esetben sikerül, de az igyekezetnek meg kell lenni, és jelet hagyunk. Jelet hagyunk a történelemnek, jelet hagyunk a környezetünknek, mert jó érzés az visszamenni egy olyan helyszínre, ahol megbecsültek, szerettek, együtt tudtunk működni, és esetleg még segítséget is tudtam a képeim által nyújtani nekik. Úgyhogy hát ez is 2002, január 1-ével kötöttünk szerződést itt hasznépével. Tehát azóta folyamatosan. És hát mindenhol ismernek most már a megyében. Egyszer valahol mondtad, hogy már minden úton jártál. Hát igen, ezt, ez nagyon könnyelmű jelentés volt, mert, mert főleg a megyei focinak köszönhetően azért vannak eldugott focipályák itt a megyébe, és tavaly előtt szembesültem, például avasó szőlnökön a focipályán nem jártam, csak tavaly előtt először. De lehet, hogy az volt az utolsó, de nagyon-nagyon sok úton Szerintem mindegyiken, amit az azsobbrendőeket is számítva. Egy elég nehéz hétvégét ö, tudhatsz egyébként magad mögött. Ugye Árvíz volt ö, Vas -megyében, és te végig ott voltál, és tartottad a frontot a kameráddal, és tudósítottál a, az olvasóinknak. És akkor itt meg is ragadom az alkalmat, ez a reklám helye. <laughs> Tehát, hogy érdemes végignézni ezeket a, a, a fotókat, képgalériákat, mert hogy fantasztikus képek születtek, azt gondolom. De ez már csak az, amivel az olvasó ö, szembesül ezek a képek, azért addig, amíg elkészül például egy ilyen árvízi tudósításról szóló képgaléria, azért odáig hogy hosszú út vezet. Mesélsz erről egy kicsit a hallgatóinknak? Ugye már előrejelzés, meteorológiai előrejelzés, vízügyi előrejelzéseken keresztül már lehetett érezni, hogy, hogy itt azért katasztrófa lesz. Teljesen bizonytalan volt, és ugye itt a, az osztrák vízgyűjtő részen is nagy esők voltak, tehát lehetett rá számítani, hogy ott azok a helyek, amik régebben 10 éve, 20 éve ilyenkor árvíznél veszélyeztető területek voltak, az, az, az most is víz alá fog kerülni. És hát Előtte nap, amikor már olyan szintre emelkedett a víz, hogy esőfók, árvízélelme készültség, akkor én felhívtam azokat a, az embereket, amit korábban is említettem, hogy jó kapcsolat, meg ott már jártam, megbecsültük kölcsönösen egymást, is annak idején tudtunk is segíteni, mert pont ezen a területen volt, azt hiszem 2014-ben vagy 2013-ban volt egy hasonló árvíz. És egy szerencsétlen családnak, pont a fotóriport kapcsán, és a polgármester Horváth István segítségével egy új házat kaptak például. Tehát tudtam azt, hogy, hogy az a terület veszélyeztetett. És itt ar arról van szó, hogy a Csákány Doroszlónál nincs kiépített védőgát a rábán. Tehát itt mondjuk a vörös patak is veszélyes volt, mert az is megduzott, de inkább a rába öntötte el ezt a területet, tehát összefolyt a két víz, és a rába olyan erővel duzzadt, hogy visszaduzzasztotta a vörös patakot. És egy extra nagy árvíz volt. Én beszéltem előre szaladok helyi lakosan, aki mondta, hogy 40 évvel, akik ott, de akkor árvizet még nem tapasztalta. Hm. tapasztaltak. Tehát előtte nap felhívtam, a, aki esetleg tudna abba segíteni, hogy én hitelesen tudja tudósítani, és készségesen megígérték, és én hát hajnalban oda mentem, mert tudtam, hogy hogy körülbelül akkor fog az árhullám érkezni, ami gondot okozhat, és még pontosan időbe sikerült érkezni, mert akkor még mentették az embereket, akkor kezdték, és be tudtam még száraz lábon menni olyan területekre, ahonnan tudtam fényképet készíteni, ahol csizmába, gumicsizmába mentették még a, a, a lakosokat, és ez egy óra múlva már víz alatt volt. Tehát ez ennyire gyorsan jött. Hm. Tehát ott, ott nem nem lehetett volna két-három óra múlva oda menni, mert akkor, akkor már megközelíthetetlen volt. És akkor a helyi Kenus Egyesület, a Kormorán Kenus Egyesület vezetőjével jó kapcsolat volt már évek óta, ő, ő bevitt engem hmm. egy, egy, motorcsónakkal, mert akkor már csak motorcsónakkal lehet közlekedni, mert olyan erős volt a sodrás, hogy a sima csónakot ezt el, elvitte volna a víz. Hát aztán végigjártuk az utcákat, amit már csónakkal, csónakkal motorcsónakkal, ahol aztán egyszer meg is akadtunk egy kerítésen, mert akkor volt a víz, hogy még a kerítés se látszott ki, hát az egy kicsit veszélyes volt. Nem kicsit volt veszélyes, nagyon veszélyes volt. Jellemző rád egyébként, hogy kockázatokat válaszol egy, egy jó képért? Most én mondanám rá választ, hogy igen, de... de ezt... Én nem tudom, tehát ez mindig az van, hogy, hogy ugye érzelem nem nagyon látszik ilyenkor én rajtam, mert ezt mondták mások is. Elvégzem a munkámat, tehát ott vagyok mindenhol, és akkor, amikor hazamegyek, akkor kezdek gondolkodni rajta, hogy úristen, mit csináltam. Akkor nem mérlegedek Megyek. Hmm. Van az a pillanat persze, amikor nem vállalok több kockázatot, mert másnap hívtak körmendi szakaszra is, hogy kenúba üljünk be. Na most a kenú az nem. Tehát azt, azt mondtam én, azt nagyon köszönöm, de <laughs> ha ott a körmendi részen, hát nem tudom, ugye a fényképeken, vagy a tudósításokban, vagy aki ott volt, látta -e, azért az ott, az ott vit mindent. És a, azt nem mertem megcsinálni, hogy kenúba. Ez egy eléggé nekem úgy tűnik, hogy abilis vízi szerszám. <laughs> Tehát egy nem, az, az nem. De itt nem mérleg, nem. nem. Mindig utólag gondolkodok rajta, hogy atya úristen, hol jártam én. Pályafutásod során gondolom nem ez volt az egyetlen ilyen helyzet, amikor úgymond utólag esett le, hogy hú, hát azért ebből nagyobb baj is lehetett volna. Vissza tudsz esetleg emlékezni erre? Hát volt pár. Egervölgynél volt egy erdőtűz, egy ilyen nagyon aszályos időszak, erős széllel, és egy fenyőerdő égett. És oda persze ilyenkor az ember mérlegeli, hogy a mentésben résztvevőket ne gátoljam, ne akadályozzam, senkit a munkájába, akinek ez a fő feladata, hogy ott védekezzen és megoldja ezeket a katasztrófa Messze leraktam a kocsimat az erdő szélén, és akkor bementem gyalogat tűzoltókkal együtt. És ugye a hollywoodi filmekben divatos, hogy látja az ember az erdőtüzet, és jön, és na hát ez nem így működik. Tehát ez így, így, így ugrik egy pillanat 200 métert, és csak azt vettem észre, hogy, a, hogy körbevesz a tűz, egy pici rés van, és akkor futás, és akkor kocsimat is alig tudtam kimenteni a tűzből, meg körbe éget, Ott ilyen állén, akkor nem mérlegeltem, hogy kátyú van, vagy, vagy valami vadlógázza ki a, a erdőből a, főútra, a nyolcas főútra. Az volt ilyen, akkor hát több ilyen árvízbe, és részt vettem ilyen árvíz dokumentálásába, mindegyiknél volt. Akkor ezelőtt, amikor itt a Dózsa Ligetbe vörös patak áradás, akkor Kenúval vittek be, és egy ilyen ö, szűk utcába, ahol felgyorsult a víz, ott keresztbe fordultunk Kenúval, az egy meleg volt meg a helyzet, mert hát ott én megfogtam ösztönszerűen a kerítést, és mondták, hogy azt ne. Tehát abban a pillanatban elengedtem, de ma majdnem beleborultunk. Az, az megint, megint baleset veszélyes volt, mert nem hiszem, hogy kijöttem volna, hogyha Ráadásul most pont egy olyan reportról jössz, ahol arról fogunk írni. Ezt a podcastet most csütörtökön veszük fel, és pénteken fog megjelenni a www.vaol.hu-n, de a pénteki újságban már láthatják az olvasók, hogy arról írunk, hogyan zajlanak a helyreállítási munkák. Hogy látod egyébként? és akkor most már elmondhatod lényegében, hogy mit tapasztaltál a mai nap során, hogy, hogy, hogy mi, mi, folyik, mi történik, mekkorák a károk egyébként ezután, az árvíz után. Na most ez megint egy laikus embernek nagyon furcsa, ha mondjuk most kiballag egy rába töltésre, és ránéz a területre, az elárasztott területekre, nem tűnik akkorának, de most jövünk kolléganővel kis kiskerteknél jártunk, amit körülbelül másfél-két méteres víz borított, és az fényképekről, videótudósításokról nem jön le, hogy a szennyvíz, a kommunális hulladék, amikor összekeveredik ezzel az árvízzel, és a szétteríti lerakja, hogy azzal lesz óriási feladat. Tehát az a dögszag, szennyvízszag, és az a mocsár már most négy nap után rohad mindent, tehát hogy azzal én nem tudom, mit fognak kezdeni, per pillanat szivattyúznak, haladnak, de ezt a szakemberek meg fogják mondani, tehát hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, tehát a vegyszeres kezelés, vagy nem tudom, tehát egy kis kertben ez, ez, és ez óriási területek, nagyon sok hektár, és ez csak a szengothárdi Seng -Seng rész volt, hogy ezzel ezt hogy tudják megoldani. Nem tudom. Tehát döbbenet. A, azt, a látvány nem is annyira brutális. Tehát az, hogy egy, egy Kerti, pottyantos vécét t 50 méterre. Láttunk már ilyet, mert most már annyira nyitott a, a, a világ, hogy egy tajfunnál vagy valaminél, tehát az sokkal látványosabb, látványosabb mindez. De az, hogy azt a járványveszélyt, vagy én nem tudom, tehát hogy tudják megoldani, nem tudom. Tehát döbbenetes volt az a, a, a szag és az a csend. Az döbbentett le mindig az ilyen katasztrófánál. Hiába szól a szivattyú motorja, hiába, de nincs az az alapzaj, nincs az a madárcsi nincs, nincs, csend van. Nagyon döbbenetes. Ezek voltak a veszélyes és döbbenetes szituációk, de az elmúlt években bizonyára voltak olyan helyzetek is, amikor inkább meghatódtál, elérzékenyültél, vagy elgondolkodtál. Fel tudsz idézni esetleg ilyen riportot a hallgatóinknak, ami benned mély nyomot hagyott. Hát igen. Tehát mindig az jelent nekem mind a szakmailag, mind emberileg egy előrelépést, amikor valakin tudunk segíteni. Tehát bajba jutott embereken, ez lehet egészségügyi probléma, lehet gyűjtés, meg, meg katasztrófát pár évvel ezelőtt, vagy tavaly, tavaly volt, azt hiszem, egy, egy, egy szegény családra majdnem rádölt a házuk. És az, azokat a szociófotókat, mert ez így kategorizálják, azokat elkészíteni, az minden alkalommal megdöbben. És valahogy úgy bele tudom élni magamat az ő helyzetükbe, mert bármelyikünk kerülhet ilyen helyzetbe, bármelyik pillanatban. Olyan múlandó az anyagi jólét, az anyagi világ. És jön egy eső, jön egy árvíz, és pillanatokat elveszhet minden. És azok tudnak megfogni, azok a riportok. Egyébként mit szeretsz a legjobban fotózni? Ezt úgy látom a fotósoknál, hogy úgy le van osztva, hogy van akinek a közélet az erőssége, a Tominak például a sport az abszolút az erőssége. Neked ezek, a, ahogy nézem a természetfotók, tehát ha például a vadakról írunk, nincs olyan, hogy ne tudnál egy vadi új képet előrántani így a tarsolyból. De ez az inkább a hobbitból adódik, mert hogy ezeket hobbiból készíted ezeket a fotókat. Egy a munka során mi az, amit a leg Leg Legesleg jobban szeretsz csinálni, amikor így megdobban a szívet, hogy hát de jó, hogy ma ezt a munkát kaptam. Igen, át, amit említett a szociófotót. Tehát bajba jutott ember, emberi sorsokat, környezetet, és ezen keresztül üzen, üzenni. Felhívni a figyelmet, hogy igen, létezik ilyen. Léteznek olyan emberek, akin kell segíteni. E Ebben vagyok otthon. És pillanatokat megértetem magam velük, hogy én nem mutogatni akarom őket, nem egy szenzációhajház fotót, ha nem, ha nem érzem érzem egy, 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 tűzesetnél, vagy egy tutólag kimegyünk egy, 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 gyűjtést megszervezni. Most nép az, hála Istennek, mindig sokat tesz az ilyenekért. És akkor hát ez persze természetesen lelki stresszel is jár, és azt pihenem ki a természetfotózásba. Mióta elkezdtem fényképezni, azóta mindig, mindig is a természethez vonzottam, én nagyon biológus akartam lenni valamikor, tehát azt ahhoz azért tanulni is kellett volna. <laughs> és akkor én inkább a gyakorlati részre mentem, tehát jártam a természetet, és azt kezdtem el fényképezni. És akkor így, így, így a a és a riporter idő, amit eltörtöttem benne, az úgy valahogy egy kicsit elkanyarodtam tőle, és a Covid home office hozta ki ezt, hogy újra lehetőségem volt kiárni a természetbe, és vannak barátaim, akik ebbe segítenek, Mihály Zsolt. Őri Szentpéteren hivatásos vadász. Ő nagyon sokat segít, mint szakmailag is, már vadász szakmailag, tehát azért az sem egyszerű, és, és meg, meg, meg kijön velem néha, és elbeszélgetünk ott. Tehát ő is egy kicsit olyankor úgy érzem, hogy nem vadászként, én nem fotósként, hanem két barát kihűl egy lesre, elbeszélt, aztán jön valami, akkor lefényképezzük, vagy elmeséli az életmódját, történetét annak az a vadnak, mert ők már majdnem darabra személyesen ismerik az a vadállományt az ő területében. Az is egy érdekes dolog egyébként. És akkor, ha, ha nincsen mód együtt, akkor egyedül megyek, én ezt a, a napi-heti stresszt ott vezetem le. És főzök egy kávét. És viszonylag megfigyeltem, olyan száz méteren kívül vadakat se zavarja a kotyogó hangja. Például egy vaddisznó konda volt tavaly, nem zavarta lefőztem ugyanúgy a kávét a magas lesen és attól még úgy nagyon jól elturkálták ott a vetést. Hihetetlen vagy. Egyébként azért a mai világban most már mindenki fotós, ugye a, a közösségi médiának köszönhetően Instagram, Facebookra töltögetik fel a fotókat az emberek, de azért ez tényleg egy olyan szakma a fotóriporter, mert hogy te fotóriporter vagy, nem fotózgatsz, meg kattintgatsz éppen, amikor így eszedbe jut. Azt azért el kell mondani, hogy ez egy elég nehéz szakma. Ha valaki erre adna a fejét esetleg, hogy ebben gondolkodik, itt hétvégén is menni kell, sokszor éjszaka is menni kell, hogyha esemény van, tényleg ezek a veszélyes szituációk. Hát én nem biztos, hogy nyugodtan kávézgatnék egyébként egy <laughs> vaddisznó konda társaságában. <laughs> Mi az, ami mégis előrehajt? Ugye család szempontjából is azért ez tolerálni kell ezt a, a történetet. Mi az, ami mégis előrehajt? Mert hát azért tényleg sok nehézséggel szembe kell nézni annak, aki erre adja a fejét. Ez nagyon régről kezdődik. Édesanyám szokta még mindig mesélni, hogy Petike hat éves korában is eltűnt, és az egész család engem keres. Mindig eltűntem. Na, azóta is ez megmaradt, tehát a, a, a fotóriporter ez, ez egy életforma. Ez, ez egy ilyen Vándor élet, nem tudom. Tehát ehhez olyan család kell, aki ezt nagyon-nagyon tolerálja. Tehát ez egy örök darab. Mindig megy az ember, mindig éhes az újra, emberi kapcsolatokra érdekeljen a világ az kell az egészbe. Engem érdekel. Tehát szeretem megnézni a, a, természeti értékeket, szeretem a emberi értékeket megnézni, már épített értékeket. Embereket is szeretem. Mindig van, mindig vannak különleges emberek. Bárhova megy az ember. Én egyébként azt gondolom, hogy neked itt a természet szeretete mellett egy elég nagyfokú ember szeretet is ö, van e mögött. Tehát, hogy az is hajt, akkor ezek szerint, hogy Így van. Nem. És soha nem lehet tudni, hova vető ki az egész dolog, mert találkoztam már olyan, most úgymond rosszul öltözött, lecsúszott embernek tűnő személlyel, aki, akitől rengeteget lehetett tanulni. Mindenki valamiben jó, és szívom magamba ezt. Ezt a tudást, a bölcsességet, az tapasztalatot. nagyon érdekelnek ezek. Nem tudok olyan szinten közelíteni valaki felé, hogy felülről, első benyomásra hajlamosak vagyunk ítélkezni. Nem, azt már hála Istennek a tapasztalat Levet bennem. Akkor nem? elmondhatjuk, hogy ez a szakma tanítja is az ember ezekre a dolgokra. Igen. Aztán van, van, amikor már az ember eljut egy bizonyos darabszám, élmény, mindig szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon sok újat nem tudnak mutatni, de, de, de tudnak. És az, 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 dobja fel az embert. Azt tud előre nagyon-nagyon szeretem például, tehát nem leírva már minőségbe a falu napokat, de ott is rengeteg új élmény van. Hát iszonyat bírom azokat az embereket. <laughs> az őszintességet, a természetességet nagyon. Úgyhogy, hát nem tudom, ezt én amíg hagyják, csinálom. Szerinted megállja a helyét az az elképzelésem, vagy az a teóriám, hogy a kávézási szokások tényleg árulkodnak a személyiségünkről? Abszolút. Abszolút, mert a kávézás is egy hát egy élvezeti cikk. Egy élvezeti szokás. És én azt vallom, hogy mind a munkába, mind a magánéletbe, bárhova megy az ember, a szenvedélyből kell csinálni. És ha valaki fölmászik, <laughs> például a Magyar Szombatfai ge geodéziai mérési pont, ami már nem működik, 32 méter, azt hiszem, vannak a tetejére, és ott főz egy kávét, tavaly előtt, óta Megteszem, de most nem ilyen egyszerű a sztori. Tehát onnan be lehet látni kőszeget, apokat, dinári egységig majdnem. Az valamit szenvedélyt akar. De nem ez a poén, az egészben Földülök, és ez csak megjelenik egy ember, mások egy alpinista, egymásra nézzünk, és hogy mit csinálsz? Kávézok. Én megereszkedek. Nem mondom is, hogy kávét. Aha. Tehát az az ember ugyanezt csinálta, csak ő kötére leereszkedett onnan kívülről. Én meg kávét főztem, pillanatokat egymásra találtunk a vadon közepén, egy ilyen elhagyatott beton építményen, és akkor ő is ugyanúgy éreztem. Szenvedély. Minden szenvedéket. És egy jó, egy jó kávézás, jó helyen, jó időben szenvedély nélkül nem megy, mert az csak egy pillanatnyi mozdulat lenne. Hát, köszönöm szépen. Egy dolgot még elmondok, ha fantasztikusan jó fotókat szeretne valaki látni Szendi Pétertől, akkor az Instagram oldalunkat mindenképpen lájkolja, mert hogy a hétvégi ár hullámról is vannak képek, videók fönt, illetve folyamatosan töltjük ezt az oldalt is, és hát érdemes ellátogatni a vahol.hu-ra is. Köszönöm, hogy eljöttél, és beleszorítottad ezt a fél órát az életedbe, mert tudom, hogy nagyon feszített a tempó, és mész innen tovább egy következő munkára. És tényleg azt mondom, hogy csak ilyen szenvedéllyel lehet ezt csinálni, és köszönöm, hogy a munkatársad lehet. Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót a hallgatóknak meg magunknak is. <laughs> Ugye mennyi minden kiderül kávézási szokásainkból? Ha hasonló tartalmat keresel, esetleg más vendégeinkkel is meginnál egy erős feketét, akkor lájkold a vaol.hu Facebook és Insta oldalát, és kerest fel hírportálunkat a www.vaol.hu-t. További érdekes beszélgetéseket találsz videócsatornánkon, ahol a vaol.hu fül mellett kattints a lélekbarista gombra.